párplotán a szomszédaim, szemben a Koncsikék, alattunk a Sanyi bácsék, velük szemben a Pencék, Pencék alatt a Ribárszkék, Ribárszkékkel szemben a Molnár néni, alattuk a Kovácsék, velük szemben a Bakosék. Most nem tudom, nem tudom mondani, kik a szomszédaim. Milyen az idő? Nem kinézek az ablakon, megnézem a számítógépen. És amíg egy ember ott ül számítógépen, ott nem fog kimozdulni otthonról. Tehát mondjuk nem olyan, mint egy színjátszókör, nem olyan, mint egy zenekar, hanem egyszer ülök és mondjuk posztolok. Egy zenekar az egy közösségépítő erő, hiszen a zenekar rajongói azok eljönnek koncertre. Mi például szándékosan próbáljuk a rajongóinkat összeismertetni egymással. Atomizálódik a társadalom, és az emberek nem keresik a másik közelségét, hanem inkább távolodnak egymástól. Azért ez egy kemény üzenet ahhoz képest, hogy a 80-as években voltak még közösségek, tehát együtt elmentünk mondjuk szalonnát sütni. Szép az élet, s talán te is leszel fiatal, és akarod a boldogságot, akarod azt, hogy eljöjjön hamar. Likó Marcell.